A Tamási csapat a nagy meglepetésre 15 góllal verte a Tolna KC-t az MB2 délnyugati csoportjában a megyei rangadón, ráadásul vendégként. Ez a nem várt különbség az alsóházi rangadón két okra vezethető vissza. A Tolna önmagához képest ezen a napon alulmúlhatatlan teljesítményére, és arra, hogy a megújított, átalakított Tamási olyan erőt, ötletes és kemény játékot mutatott be az osztály szintjén, amire bátran építhet közép- és felsőházi csapatok ellen is Varga László sok fiatal játékos felvonultató együttese. A 15 gólos különbség őt is meglepte. Lőtték a gólokat szélről, középről, irányítóból, hosszabb lefolyású támadásvezetésekből egyaránt, no meg a büntetőket is határozottan belőtték az ellenfél kapujába. Ahhoz képest, hogy nyáron még az MB2-es indulás is veszélyben volt, nos, ez a keret abszolút alkalmasnak tűnik a folytatásra, úgy tűnik inkább a költségvetést kell stabilizálni, mert annak áll rosszabbul a szénája. Nyáron is elgondolkodtunk azon, hogy esetleg nem vállaljuk az MB2-t, mert nehezen jön össze. Úgyhogy, de ez azért egyelőre egy kiugró teljesítmény volt, azt majd a későbbiekben fog eldőlni, hogy tudjuk-e tartani, vagy pedig hát milyen úton megyünk tovább. A Tamási dolgát nehezíti, hogy sok játékos kerül mindig viszonylag a közeli MB1-es csapatokhoz. Mindenekelőtt a Siófok és a Fehérvár vadászta le őket. Keveseljük mi kívülállók, hogy csak két győzelmet ért el eddig a bajnokságban a Tamási csapat. A Horváth Petrát, hogy megkaptuk a kettős engedéllyel, ugye, aki a mi nevelésünk egyébként, a NEK-tól, az nagyon sokat számított, ráadásul olyan posztra jött, ahol nem volt megfelelő játékosunk, tehát azért ez nem, itt még sok munka van, hát nyilván dolgozunk is. Bár ennek megvannak az objektív okai, mostanra állt össze ugyanis a csapat. Rövidebb, hosszabb ideig jó teljesítményt jutottunk, sajnos a végére mindig elfáradtunk. Most kezd így összeérni a csapat, és tudtuk ezt a teljesítményt, amit eddig csak rövidebb ideig az egész mérkőzésen nyújtani, és hát ezhez hozzájárult az is, hogy a Tolna kicsit feladta, és ugye amikor látták, hogy elhúztunk, akkor ugye kiengedtek, és ezért alakult ki ez a nagy különbség. A csapatépítés nagy nehézsége, hogy három játékos kivételével szinte mindenki ott edz, ahol éppen nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytat. Egy-két nap alatt kell taktikailag összerakni a csapatot az edzőnek. Nekünk a továbbra is a reális célunk az, hogy benn maradjunk, biztosan maradjunk benn, ez egyelőre a helyezéstől függetlenül, tehát itt azért nehéz lesz még azért nekünk.